Az előző forduló másik 5 mérkőzésén született összesen annyi gól, mint a Kisvárda-Paks találkozón. A 3-3-ra végződött meccset a hazaiak akár az első, akár az utolsó negyedórában megnyerhették volna, míg a vendégek a középső periódusban szerezhették volna meg a 3 pontot. Egy jó mérkőzést játszottunk, bár azért a véleményem az, hogy 2 pontot sajnos kiengedtünk a kezünkből, hiszen rendkívül jól kezdtük a mérkőzést, viszont időközben az ellenfélnek sikerült megfordítani 3-2-re, aztán viszont újra visszajöttünk a mérkőzésbe, és talán nem túlzok, hogyha a mérkőzés végén akár még gólokkal is újra magunk irányába fordíthattuk volna a mérkőzést, de a végére meg kellett elégednünk az 1 ponttal. Ezért tartjuk értékes 1 pontnak, attól függetlenül, hogy lehetett volna 3 is, hiszen látjuk, hogy minden mérkőzés borzasztó nehéz, és a riválisok is hullatják a pontjukat, mindenki szeretné vagy a helyét megerősíteni értelemszerűen, vagy ugye a kiesést elkerülni, tehát nagyon nehéz a pontokat gyűjtögetni. De hát ezt tudtuk, ezt említettük, hogy a tavaszi szezon az mindig ilyen, sokkal nehezebben szerzi a csapat a pontokat, de annak örülünk természetesen, hogy egyelőre van egy komoly veretlenségi szériánk. Azt is hozzá kell viszont tennem, hogy igazán haladni csak a győzelmekkel lehet. A tabella élén a Ferencváros áll 42 ponttal, megelőzve a 40 pontos Puskás Akadémiát és a szintén 40 pontos Kisvárdát. Erős Gábor együttese szombaton az 5. Zalaegerszeghez látogat. Zalaegerszeg is azért egy stabil csapatnak mondható. A múlt heti mérkőzésük nekem nagyon tetszett az egységes játékuk, tehát egy nagyon fegyelmezett csapatot láttam. De ettől függetlenül reális esélynek látom azt, hogy Zalaegerszeg is a 3 pontért lépjünk pályára, hiszen a két csapat között 11 pont különbség van, és mi vagyunk azok, akik a harmadik helyen állnak. Hát én olvasatomban minden mérkőzésen esélyesként lépünk pályára, de egy mérkőzés sem könnyű természetesen. A 22. forduló további párosítása a következő: Paks Molfehérvár FC, Budapest Honvéd Puskás Akadémia, Ferencváros Gyirmót, Újpest Mezőkövesd és DVSC MTK Budapest.